Köszönjük el, kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 151. számú ének eléneklésével. Uram Isten, siess minket megsegíteni! Megjelentünk újból a te szent házadban, felséges Istenünk, édesatyánk. És köszönjük néked, hogy megjelenhettünk. Hiszen a te kegyelmed őrzött meg bennünket. A te szereteted tette lehetővé azt, hogy ezen a mai reggelen is felébredjünk. És ezen a mai napon is eszünkbe jusson az, hogy te vársz itten bennünket. Hogy te készítettél a számunkra itt valamit, mindnyájunknak. Tudjuk, Urunk, hogy minden te tőled van. Az akarás, a munkálás is a te jókedvedből van a mi szívünkben. Te adod a hitet, te adod a bűn fölött való győzelmet, te adod a kegyelmet, a te szereteted ölel át bennünket szakadatlanul. Akkor is, amikor nem veszük észre, akkor is, amikor nem tudatos bennünk, a te kegyelmet hordozza az egész életünket. És ezt köszönjük néked, és azt kérjük, hogy ebben tudatosíts bennünket most újból, hogy a mi szívünk megteljék nagy örvendező hálaadással, hogy mi is, nyomorult emberek, el tudjuk mondani teljes őszinte szívvel, hogy hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, aki a szabadulást adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Igen, Urunk, azt kérjük, hogy így öleld be a mi életünket mostan is, a te bűnbocsátunk kegyelmedbe és szeretetedbe. És így hadd dicsőítsünk és áldjunk tégedet ezen az Isten tiszteleten, hogy azután az egész életünk téged dicsőítő és áldó Isten tisztelet maradhasson, kint a világban is. Hallgass meg bennünket, kérünk, és köszönjük, hogy most is meghallgattál a Jézus nevében. Amen. Istennek az az igéje, kedves testvérek, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található az egész előtt fölolvasott részben, tehát Pál apostolnak Róma beliekhez írott levele 7. részének a 14-től a fejezet végéig terjedő verseiben, különösen a 24. és 25. verseiben a következőképpen. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Hálát adok az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Eddig a szent ige. Kedves testvérek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy október a reformációnak a hónapja. Annak a nagy szellemi, hitbeli és ébredésbeli mozgalomnak, amit reformációnak nevezünk, általában hivatalosan a kezdetét, attól a jelenettől szokták számítani, amikor Luther Márton, ez az ágoston rendi szerzetes, október 31-én a wittenbergi vártemplomnak a kapujára kiszögezte a híres 95 pontból álló tételeit. Tulajdonképpen azonban ez a mozgalom ennél a jelenetnél sokkal mélyebbre nyúlik vissza, mégpedig két nagyon-nagyon komoly, Istenben hívő ember lelki vívódásainak a szövevényébe. Luther Márton és tőle egészen függetlenül egy másik országban Calvin János szinte éjszakákon át virasztva küzdöttek és viaskodtak az egyik legfontosabb, az élet legdöntőbb kérdésével, a saját üdvösségüknek a problémájával. És az ő lelki háborúságaiknak szinte egészen pontos tükörképét adja az a leírás, amit az elébb a római levéltől felolvastam, amiben Pál apostol olyan nagyon plasztikusan írja le az ember belsejében lefolyó jó és rossz közötti küzdelmet,
ami végül ebben a szinte kétségbeesett fölkiáltásban csúcsosodik ki, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. És mind a ketten végül ugyanarra a megoldásra jutottak, hogy tudnék Istené a szabadítás. Ezért folytatódik így, hogy hálát adok az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. És a kérdésnek ez a megoldása indította el tulajdonképpen azt a hatalmas mozgalmat, amit reformációnak szoktunk nevezni. De testvérek, nem csak Pál apostolnak, és nem csak Luthernek, és nem csak Calvinnak, hanem minden igazán komoly hívő embernek a lelkében föltámad ez a kérdés, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. És úgy szeretném megkérdezni mindnyájótoktól egyenként külön-külön, hogy vajon éreztétek-e már ezt a kérdést magatokban, bizonyára éreztétek, de vajon megoldódott-e már ez a kérdés megnyugtató módon mindnyájunknak az életében? Kicsoda szabadít meg engem? Tulajdonképpen az örök hívő lélek örök nagy problémája, örök nagy kérdése ez, érdemes elmélyedni benne. Kicsoda szabadít meg engem? A magabízó ember szinte olyan büszkén mondja, hogy kicsoda, hát én magam szabadítom meg magamat. Tulajdonképpen nincs is nekem olyan nagyon szükségem semmiféle szabadításra, hiszen becsülettel elvégzem én a magam munkáját ebben a világban. Betöltöm rendesen a feladatomat. Nem ártok a világon senkinek se, sőt, még talán hasznára is vagyok egyik meg másik embernek körülöttem, vagy legalábbis igyekszem hasznára lenni. Megadom én Istennek is, embernek is mindazt, ami neki jár, többé-kevésbé. Nincs nekem olyan nagyon szükségem a szabadításra. Egy kis siker a munkában, egy kis előrehaladás a ranglétrán, egy kis elismerése a tehetségnek, és az ember már is kész, hajlandó elhinni mindazt a szépet és jót, amit mások mondanak róla. Az ilyen önmagával megelégedett ember szinte meg van győződve arról, hogy bizonyára jó Isten is éppen úgy értékeli és éppen úgy becsüli az ő kiválóságát, mint ő maga saját magát. És egészen természetesnek tartja, hogy itt a Földön közmegbecsülésben, odát az örökké valóságban pedig majd a menny boldogságában és dicsőségében van a része. Szinte úgy érzi, hogy az önérzetéhez és a hivatalával járó méltóságához magától értetődő módon hozzá tartozik a saját kiválóságának az érzése és éreztetések. Jézus korában is voltak ilyen emberek. Farizeusoknak hívták őket. Ez az az embertípus, amelyikkel Jézusnak a legtöbb küzdelme, a legtöbb harca volt. Akik a legkevésbé tudták megérteni és elfogadni azt, amit Jézus akart, mondott és cselekedett. Micsoda ég-föld távolságra van ettől az a lelkület, amiből a reformáció is megszületett, és amelyiknek a fájó jajkiáltása így hangzik, hogy ó, én nyomorult ember! De rettenetes nagy utat kell megtenni egy embernek addig, amíg eljut erre a fölismerésre, eljut idáig. Szinte olyan csodálatos az, hogy milyen kétségbe esetten tud hadakozni egy ember az ellen, hogy önmagát nyomorult embernek, önmagát bűnös embernek ismerje el. Még amikor mindenféle csalódások kezdik is érni ebben az életben, és amikor kezdenek a dolgok már egyáltalán nem úgy menni, ahogyan ő szerette volna, és amikor a családi békétlenségek és az emberekkel való surlódások következtében egyre több konfliktusa támad az emberekkel és ebben a földi életben, még akkor is inkább elkezdi sajnálni önmagát. És mártírnak érzi magát, áldozatnak, akit nem értenek meg, akit lebecsülnek, akit nem méltányolnak, akit elnyomnak, akit nem ismernek igazán, de a saját ártatlanságát minden áron igyekszik fönntartani. És hogyha már a saját ártatlanságának a tudatát is kénytelen föladni,
akkor pedig elkezd másokat hibáztatni. Hibáztatja a szüleit talán, akik nem jól nevelték. Vagy talán a családja tagjait, akik nem segítették kellőképpen. Vagy az egész környezetét, amelyik annyi mindenféle kísértéssel volt tele. Hibáztat mindenkit, aki nem állt melléje, és aki nem akarta őt megérteni. Innen már azután valóban csak egy lépés, de még mindig óriási nagy lépés, a teljes kiábrándulás önmagunkból. A bűnnek a megismerése, és a saját számlánkra való elkönyvelése, és az a fölismerés, hogy mindaz a tiszteletre méltóság, amit az ember kisugárzik magából, csak látszat, csak állat, ami mögött olyan dolgok vannak, amiket ha mások is tudnának rólunk, ó, dehogy becsülnének, megvetnének bennünket rettenetesen. Én testvérek, már rájöttem arra, hogy erre a fölismerésre, tehát az önmagunkból való ilyen teljes kiábrándulásra nem is lehet eljutni másképp, csak az élő Istennel való személyes közösségben. Csak az Isten szentségének és az Isten kegyelmének a fényében. Hiszen az Istenben igazán hívő ember tudja azt, hogy mi lenne a jó. Mi az Isten akarata, hiszen ő tudja, hogy mi az isteni törvény, mik az Istennek a parancsolatai az ő számára, mi az Istennek az akarata az ő számára, csak hogy éppen mindig újra és újra arra is rájön, hogy ez az ismeret egyáltalán nem menti meg őt attól, hogy éppen az ellenkezőjét cselekedje. Nagyon sokszor annak, amit ismer, amit jónak ismer. Szókrátész és a többi görög bölcsek közül néhányan is azon a véleményen voltak, hogy a helyes belátás és a tiszta ismeret helyes erkölcsi cselekedetre is vezet. És a bűn tulajdonképpen nem is egyéb, mint a tökéletlen ismeretből származó hibás cselekedet. Ó, de mennyire nem így van! Hiába tudom én azt, hogy mi lenne a jó, mert tudom, mert mindnyájan tudjuk, hogy mi lenne a jó. Ebből a tudásból még nem származik annak a jónak a cselekvése is. Sőt, mennél világosabban megismerem az isteni jót, az abszolút jót, az csak annál világosabban leleplezi a bennem lévő rosszat. Éppen az Isten törvényének a tükrében látom meg magamat úgy, olyannak, amilyennek Calvin, meg Luther, meg Pál apostol, meg sok más hívő ember, hogy ó, én nyomorult ember, de nyomorult ember vagyok én. Sőt, testvérek, még az akarat se elég. A jónak az akarása sem elég. Nem tudom, melyőtök tapasztalta már a maga életében azt, amit Pál, bizonyára mindnyájan tapasztaltuk, hogy az akarás megvan benne, de a jónak a véghez vitelét nem találom. Mert azt mondja Pál, nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a rosszat cselekszem, amit nem akarok. Sőt, egyenesen így mondja az egyik helyen, hogy a rosszat cselekszem, amit gyűlölök. Hát nem valami szörnyű, nyomorult állapot az, hogy elindul bennem valami jónak az akarása. És mire a cselekvésre kerül a sor, éppen az ellenkezőjére fordul. Mindig újra azt cselekesszük, amit utálunk, amit megvetünk, amit gyűlölünk, amit csúnyának és rossznak tartunk. Amit másban utálunk, és amit más valakiben megvetünk, azt cselekesszük mi magunk is. Figyeljétek meg, hogy mennyire utáljuk az irítséget, mert utálatos valami az irítség. És hányszor megirigyeljük egy-egy másik embernek a sorsát. Utálatos dolog az, ha valaki hazudik, nem? És még
mégis mennyi titkos hazugsággal van tele mindnyájunknak az élete. Megvetjük és gyűlöljük az erkölcsi fertőt, piszkot, és mégis mindig újra beszennyezzük magunkat vele. Olyan utálatos dolog az önzés, a hiúság, a szívtelenség. Miért vagyunk hát akkor mégis mindig olyan önzők, hiúk és szívtelenek? Miért? Hogy mindig azt tesszük, hát nem valami szörnyű dolog az, hogy mindig azt tesszük, amit utálunk, amit megvetünk, amit gyűlölünk. És vajon te benned nem ugyanígy van, mint ahogyan Pál apostol érezte ezt önmagában? Valami iszonyatos kettősség, valami rettenetes hasadás van bennünk. Pál apostol ezt ilyen szörnyű szavakkal mondja itten, gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűn törvényének, amely van az én tagjaimban. Tehát az Isten törvényét szeretem is, meg gyűlölöm is. Lelkesedem is érte, meg lázadok is ellene. Gyönyörködöm is benne, meg vétkezem is ellene. Valósággal megtaposom azt, amit szentnek tartok egyébként. Amit jónak és szépnek ismerem, amit a legjobbnak és a legszebbnek ismerek, azt taposom meg mindig újra és újra. Kétféle törvény van egyszerre bennem. Az egyik az elmémben, a másik a tagjaimban. Az elmémben az Isten törvénye, a tagjaimban a bűnnek a törvénye. És ez a kétféle törvény szakadatlanul küzd, harcol, viaskodik egymással. Olyan az egész belső életem, mint egy nagy csatatér, ahol folyton dúl a harc a jó és a rossz között, az elmém törvénye és a tagjaimnak a törvénye között. Ilyen rettenetes hatalom a bűn. Pál apostol egyenesen azt mondja, hogy szinte már nem is én művelem azt, amit tulajdonképpen nem akarok, hanem a bennem lakozó bűn. Nagyon érdekes kifejezés ez, hogy a bennem lakozó bűn. Idegen hatalom, és mégis bennem lakik. Igen, a bűn az nem csak olyan futó ismerős, akivel néha úgy összetalálkozunk, és köszöntjük egymást, és elbeszélgetünk egymással, aztán az egyik erre, a másik arra megy. Sőt, még csak nem is olyan szálló vendég, aki időnként eltölt egy kis időt, de aztán újra elmegy tőlünk. Még csak nem is egy olyan albérlő, akit mégiscsak ki lehet utálni egyszer, vagy ki lehet rakni a házból, hanem a legkellemetlenebb lakótárs, akivel össze vagyok zárva a saját testemben, elválaszthatatlanul, és aki házi úrnak játssza ki magát. Egy olyan zsarnok, akinek kénytelen, kelletlen, engedelmeskedem, akit kiszolgálok, akaratom ellenére is. Ezért esik vissza a legjobb szándéka ellenére is a hívő ember mindig újra és újra a régi nyomorúságaiba és bűneibe, és ezért keveredik bele mindenféle olyan piszokba, amit utál. Ezt érezte Pál, ezt érezte Calvin, Luther, és minden ember, aki a megszentelt életre komolyan törekszik. És ezért tud így fölkiáltani, hogy ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak ebből a testétől? Mert ez ám a legnagyobb nyomorúság, testvére. Nem az, hogyha valaki beteg vagy szegény, az is nagy nyomorúság. De azon mégiscsak valahogy lehet segíteni, egy gazdag ember vagy egy nagy orvos professzor mégis tán tud segíteni rajta.
Nem az a legnagyobb nyomorúság, hogy valaki elhagyatottan, magányosan, társtalanul éli az életet ebben a világban. Azon is lehet segíteni. Egy másik ember tud rajta valahogyan segíteni. A mi igazi nyomorúságunk az, amikor valaki az Isten előtti erkölcsi nyomorúságát érzi át a maga teljes valóságában. Az, hogy nem állhat meg az Isten előtt. Az igaz bíró előtt a világon semmi mentsége nincsen, és ezen a nyomorúságon senki emberfia segíteni nem tud. Vannak nagy emberek, akik sok más embernek a szociális nyomorúságán, vagy az egészségügyi nyomorúságán, vagy az anyagi nyomorúságán sok mindent tud segíteni, és jó, hogy vannak ilyen nagy emberek. De akármilyen nagy ember valaki, semmit a világon nem tehet. Egyetlen egy léleknek a bűn törvénye alól való föloldozása érdekében. Amikor valaki így sóhajt föl, hogy ó, én nyomorult ember, az nagyon jól tudja, hogy az a másik ember is éppen olyan nyomorult, mint amilyen én vagyok. Nem, hogy rajtam nem tud segíteni, de még önmagán se tud segíteni. Viszont van ebben a fölismerésben valami hasznos dolog is, mert tulajdonképpen megszeretteti velünk az embereket. Tudod, az önismeretnek ezen a legmagasabb fokán, amiről itten szó van, amikor az ember ennyire teljesen kiábrándult már önmagából, egyszerre azt veszi észre, hogy eltűnik a különbség az emberek között. Most már nem irigyelek senkit, mert tudom, hogy az a másik is éppen olyan nyomorult, mint én vagyok. És nem nézek le senkit, és nem utálok meg senkit, mert tudom, hogy, hogy én is éppen olyan nyomorult vagyok, mint ő. Ebben igazán bajtársak vagyunk, és testvérek vagyunk, és sorstársak vagyunk mindnyájan. Legfőjebb egyetlen különbség lehet közöttünk az, hogy én tudom, hogy milyen nyomorultak vagyunk mindnyájan, és esetleg az a másik még nem tudja. Majd megtudja ő is. De mindnyájunknak a legfőbb kérdésünk ugyanaz, kicsoda szabadít meg engem-e a halálnak ebből a testéből? Jaj, annak az embernek, akinek ez a kérdés csak a halálos ágyán jut majd az eszébe. Kicsoda szabadít meg? Ebben a kérdésben, hogyha igazán őszinte szívvel teszi föl valaki, fájó szívvel teszi föl valaki, tulajdonképpen már benne van a probléma megoldása is. Mert hiszen éppen arról van szó, hogy a saját bűnös természetével megküzdeni nem tudó ember végre elfordul önmagától. Nem a maga erejében, tudásában, jó szándékában, erőfeszítésében, nem a maga erős akaratában keresi a szabadulást, hanem mindentől és mindenkitől elfordulva, tehát mindentől, amire ő maga képes, ami ő belőle kitelik, mindettől elfordulva, Isten felé fordul végre, fölfelé néz végre. Ezért folytatódik rögtön ez a kétségbeesett fölkiáltás a Pálnak így, hogy hálát adok az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Figyeljétek meg, nem azt mondja, hogy hála az intelligenciámnak. Nem azt mondja, hogy hála a neveltetésemnek. Nem azt mondja, hogy hála a nyelvtudásomnak, vagy a sok tanulásomnak, vagy a környezetemnek. Ami mind-mind lehet természetesen nagyon is komoly hálára késztető ok, de egy sem elegendő arra, hogy meg is tegyem valósággal azt a jót, amit jónak ismertem föl, hanem azt mondja, hogy hála az Istennek. Mert testvérek, sem a műveltség, sem a tanultság, sem a belátás, sem a környezet nem tudja legyőzni bennünk a bűnnek azt a törvényét, amiről az apostol ír. És amit magunkba rekesztve érzünk mindnyájan ezt a kellemetlen lakót, ezt a lakótársat, ezt a zsarnoki lakótársat.
valóban csak egyetlen valami segít. Az, hogyha az élő Isten maga kezébe veszi az ügyünket, és csodát mivel bennünk, és a Jézusban való hit által lehetővé teszi a lehetetlent. Mert erről van szó. Bizony úgy van az, kedves testvérek, hogy a keresztjén életünknek a mindennapos küzdelmeiben, a keresztjén életünk mindennapos küzdelmeiben, tehát a megszentelődésre való törekvésünknek a válságaiban és bukásaiban semmi és senki a világon nem segít, csak egyedül Jézus. A bűnnek ezt a zsarnoki törvényét te benned is, meg én bennem is, csak ő győzheti le, és senki más a világon. És mint ahogyan a bűneinknek a bocsánatát is ingyen kapjuk Istentől, a Jézus érdeméért, úgy, hogy nem tehetünk érette semmit, amivel kiérdemelhetnénk, hanem úgy kapjuk. Hát ugyanígy a bűnös természetünk fölött való győzelmet is kapjuk. Azért se tehetünk semmit. Azt is kapjuk Istentől, a Jézus által. Kétségbe kellene esnem, ha nem volna fölöttem egy olyan hatalom, egy olyan szeretett hatalom, aki lehetővé teszi bennem a lehetetlen. Tehát, hogyha érzed ezt a szörnyű kettősséget magadban, és ugye érzed ezt a lelki vívódást, a jónak és a rossznak ezt a borzalmas küzdelmét, és ugyan melyik pillanatban ne éreznénk mindnyájan, akik komolyan akarnánk Krisztust követni, akkor mindig Jézusra gondolj. Van egy nagyon szép énekünk, így hangzik, hogy öleljen át a lelkem, így halni jó halál. Én ezt szeretném most így mondani, hogy öleljen át a lelkem, mert így élni a jó élet, és csak is így lehet keresztjén életet élni. Ezt az egyet ne felejtsd el soha, hogy a lelked nézzen Jézusra, és akkor egyszerre megvilágosodik, hogy ott akkor abban a speciális helyzetben mit tégy, mit mondj, hogyan viselkedj, és akkor képes is leszel rá. Meg is fogod tudni tenni, mert akkor már nem te cselekszed azt, hanem a benned lakozó Jézus, egy másik lakó. Mert csak egy másik lakó tudja azt a szörnyű lakótársat kiszorítani az életünkből. Csak egy másik lakó. Így is van megírva, hogy Isten az, aki munkálja bennünk mind az akarás, mind a munkálás jókedvéből. Múltkor az egyik bibliórán olyan nagyon szépen mondotta valaki azt, hogy adjunk helyet magunkban Jézusnak. Nos, én is csak ezt tudom mondani, hogy adjál helyet magadban Jézusnak. És neked is ugyanazt fogja mondani, mint Pálnak mondott, hogy az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Nem úgy, hogy az én erőm meg a te erőd együtt, hanem az én erőm a te erőtelenséged által. Tehát mindenféle jóra való abszolút képtelenségünk és erőtelenségünkben számíthatunk Jézus erejére. És csak a Jézus erejére számíthatunk, semmi másra a világon. De erre számíthatunk, mert ez teszi számunkra lehetővé a lehetetlent. Bár minél többen el tudnánk igazán őszinte szívvel mondani most, hogy ó, én nyomorult ember, mert az vagy. És te is az. Hogy azután el tudnánk mondani azt is, hogy hálát adok az Istennek.
aki ebből a legnagyobb és leggyötrőbb nyomorúságból is megadja a szabadítást, ami Urunk Jézus Krisztus által. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked, mit érek nélküled, add, hogy imádva téged, bús gyarló bűnösén, hadd legyek gyermeked. Így imádkozzunk mindjárt a 445. számú ének 5. versével. Istenünk, hogyan könnyen kimondjuk azt, hogy mi nyomorult emberek vagyunk, de most látjuk, hogy milyen kevéssé érezzük át azt, hogy mennyire nyomorultak vagyunk. Hogy inkább csak szó ez, ami ajkunkon, és nem a szívünkből föltörő jajkiáltás. Kérünk hát, hogy a te szentségednek és a te kegyelmednek a világosságában hadd lássuk meg a mi legnagyobb nyomorúságunkat. Nem azt, amiért mindig panaszkodni szoktunk. Ó, Urunk, az nem igazi nyomorúság, hanem azt, amit te előtted állva érez minden ember. A te szentségednek a tüzében, a te kegyelmednek a fényében, a te bűnbocsátó kegyelmednek a szeretetében, azt a rettenetes hálátlanságot, azt a mindig újra és újra való bukást, a szépnek és jónak azt a kiprását és taposását, amit mi művelünk szakadatlanul a legjobb akaratunk ellenére is. Azt tudunk, hogy az elménk törvényével szemben mindig rabul esünk a tagjaink törvényének. Hogy ebben a rettentő küzdelemben mindig újra és újra alul maradunk. Ó, Urunk! Köszönjük néked, hogy mégis van szabadulás ebből a vergődésből, ebből a reménytelen helyzetből, hogy lehetővé válik a lehetetlen te általad. Ezért könyörgünk, hadd adjunk mostan helyet úgy te neked, Urunk Jézus, hogy te foglald el a mi szívünkben azt a legfőbb helyet, amit eddig az a másik lakó foglalt el, és így a te uralmad alatt hadd rendeződjék át az egész életünk, te parancsolj a mi tagjainknak, te indítsd a mi indulatainkat, te használd a mi testünket és a mi lelkünket, meg az egész értelmünket, meg az akaratunkat, így hadd legyünk mindnyájan egészen a tiéd. Ó, Urunk, ne engedd, hogy elfeledkezzünk róla, amikor elmegyünk innét, hogy öleljen át a lelkünk, hogy a lelkünk mindig tereját nézzen, és mindig tőled várja a szabadulást. Tedd áldottá a te népednek az életét ebben a föld, ezen a földi világon. Hadd könyörögjünk hozzád, Urunk, különösen azokért, akikre nagy teher nehezedik lelkileg vagy testileg, a betegekért, a szenvedőkért, a bánatos lelkekért, könyörgünk, Urunk, a gyászolókért.
kérünk Tégedet, hogy hadd érezzék meg, hadd tapasztalják meg, mit jelent az éppen a nyomorúságban, az ilyen nyomorúságban is Te hozzád kiáltani. És mit jelent az ilyen nyomorúságban is a Te szabadító kegyelmednek a megragadása a Jézus által. Könyörgünk ezért az egész világért, Urunk, mert az egész világ rettentő nyomorúságban vergődik. Halálos kór emészti. Ó, kérünk, szabadító kegyelmedet terjeszt ki erre a világra is, és mentsd meg azt a pusztulástól. Őrizd meg a békességet is, ahol nincs, ott is teremts békességet, Urunk, az emberek és a nemzetek között. És mindazokat, akikre a legnagyobb felelősség súlya hárul, a Te lelked irányítsa a jóra, és adjon bölcsességet nék. Hallgass meg bennünket, Urunk, könyörgünk Jézus nevében. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.